25 orosz drón támadta meg Odessa régió egyik dunai kikötőjét vasárnap kora hajnalban, megrongálva a helyi infrastruktúrát. A dunai hajózási infrastruktúrát ért légi csapásban legalább 2 polgári személy megsérült, közölte az ukrán déli hadszíntéri parancsnokság a Telegram fiókján. Az ukrán légvédelem a 25 iráni gyártású Shahid típusú drón közül 22-t lelőtt, közölte a légierő hozzátéve, hogy a légi csapás 3,5 órán át tartott, és a keletkezett tüzet gyorsan eloltották. A Duna alsó szakasza egyre fontosabb szerepet játszik az ukrán gabona exportban azóta, hogy az ENSZ és Törökország által tető alá hozott fekete-tengeri gabona export megállapodás júliusban összeomlott. A jövő héttől 4 új szolgáltatás válik elérhetővé a GIA alkalmazásban a szülők és a fogyatékkal élő személyek számára, jelentette be Kosztyantin Koselenko, szociálpolitikai miniszter helyettes az Ukrajinszke Rádió adásában. Szeptember 4-től olyan újabb szolgáltatásokat vehetnek igénybe a portál felhasználói, mint az örökbefogadás esetén igényelhető támogatás, valamint a beteg gyermeket gondozó személyek, a gyermekkorától fogyatékkal élő gyermekek, illetve az egyedülálló kiskorú gyermeket nevelő szülő részére igényelhető támogatások. Sajnálatos módon jelenleg Ukrajnában sok gyermek maradt szülő nélkül. Az örökbefogadással kapcsolatos szolgáltatások ezért nagyon aktuálisak, és növekszik az irántuk mutatkozó igény, tette hozzá Koselenko. Mint fogalmazott, ezen szolgáltatások bevezetése Ukrajnában lényegesen leegyszerűsíti az egyik legbürokratikusabb folyamatot. Jelenleg csak nem 13 ezer iskola működik Ukrajnában, amelyek több mint 80%-a rendelkezik óvóhellyel, számolt be egy televíziós interjúban Andriy Vitrenko, oktatási és tudományos miniszter helyettes. A tisztviselő megjegyezte, hogy az állam már több mint 1,5 milliárd rivnyát különített el a biztonságos iskolai környezet kialakítására. Mint fogalmazott, a fővárosban 12 olyan iskola van, amelyet nem lehet felszerelni óvóhellyel. Itt jelenleg 4 kísérleti projekt működik egy új típusú menedékház építésére. Ezeket az óvóhelyeket azokban az oktatási intézményekben alakítják ki, ahol nincs építési lehetőség, vagy az iskolák elhelyezkedése nem teszi lehetővé a hagyományos óvóhelyek kialakítását. Az új tanévben több mint 6500 iskola működik majd jelenléti oktatás formájában, közel 4000-ben vegyes formában fog zajlani az oktatás, 2500 oktatási intézményben pedig továbbra is távoktatást fognak alkalmazni. A Munkácsi II. Rákóczi Ferenc középiskola magyar vezetőjének indokolatlan menesztése után már a nemzeti szimbólumok használatát és a magyar nemzeti himnusz eléneklését is megtiltották az idei tanévnyitón, írta vasárnap reggel közösségi oldalán Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Mint arról híradásunkban korábban beszámoltunk, a tanévnyitó ünnepségen az iskola tantestülete és a szülők néma sorfalat állva egy szál nemzeti színű gyertyával, valamint Reményik Sándor templom és iskola versével tiltakoztak az új iskola vezetés döntése ellen. A Munkácsi kistérségben sajnálatos módon folyamatossá váltak a magyar ellenes megnyilvánulások, ami még sajnálatosabb, hogy önkormányzati hatáskörre való hivatkozással ez ellen sem a megye vezetése, sem pedig az ukrán kormányzat nem lép fel. Fogalmazott Potápi majd hozzátette, a Munkácsi városvezetés cinikus intézkedéseivel próbálja ellehetetleníteni a közel 150 éves múltra visszatekintő magyar oktatási intézmény működését. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, hogy Magyarország 32 évvel ezelőtt elsőként ismerte el az akkor újonnan létrejött független Ukrajnát. Ukrajna pedig most a jogszűkítő ukrán törvényekkel asszimilációra vagy távozásra kényszeríteni az 1100 éve a szülőföldjén élő magyarságot. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy egy az Európai Unióba és NATO-ba igyekvő ország esetében az ukrán önazonosság megerősítése és a háborús helyzet nem szolgálhat alapul az ukrán alkotmányban, nemzetközi és kétoldali szerződésekben vállalt kisebbségi jogok szűkítésére. Határozott gyakorlati intézkedéseket várunk Kárpátalja megye vezetésétől és Zelenszky elnöktől, zárta bejegyzését Potápi Árpád János.
A háborúban érintett ukrán családok több mint 300 gyermekét látta vendégül egy hétig a Rákóczi Szövetség Magyarországon. A mostani a nyári időszak utolsó ukrán gyermekcsoportja, amely Magyarországon pihenhetett a magyar kormány támogatásával. A 10 és 18 éves kor közötti fiatalok Budapesten megtekintették az atlétikai világbajnokság versenyszámait, a Sátoraljaújhelyi üdülőközpontban pedig számos érdekes programot szerveztek a számukra. Bacskai József, ungvári magyar főkonzul kiemelte, a háború kitörése óta a magyar kormány folyamatosan támogatja Ukrajnát és az ukrán fiatalokat. Nagyon fontos, hogy az ukrán gyerekek a háború elől békés környezetben tudjanak pihenni, kikapcsolódni, és számukra minden olyan lehetőséget megadjunk, ami elfelejteti velük a háború borzalmait. Itt most 310 olyan gyerek van, akiknek a szülei így vagy úgy kapcsolódnak a háborús övezetekhez, illetve azokhoz a katonákhoz, akiknek a munkája a mindennapokban elszólítja őket az otthonaiktól. A magyar kormány támogatásával több ezer gyerek pihent Magyarországon. Én magam is tudok olyan csoportokról, akik Dnipróból, Zaporizsjéből, Herszomból, Harkivból, Kijevből és más régiókból érkeztek Magyarországra, és fantasztikusan érezték magukat az Erzsébet táborban, vagy más pihenő helyeken. A magyar kormány külön fogadott 400 gyereket Zaporizsjéből, a veszélyeztetett Zaporizsjéből a nyáron, Miskolcon, illetve Körmenden. Összességében el lehet mondani, hogy Magyarországon több ezer gyerek pihent, ez megközelíti az 5000-6000 főt. Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke elmondta, a nyár folyamán több mint 13000 diákot táboroztattak. A nyár utolsó hetét pedig a háborúban érintett ukrán családok gyermekeinek tartották fenn a Sátoraljaújhelyi táborban. A Rákóczi Szövetség is, ahogy nagyon sok mindenki más is Magyarországon a háború kitörésének a pillanatától kezdve megpróbált segíteni. Köszönhetően annak, hogy a Rákóczi tábor, ez a komplexum nagyon közel van a határhoz, az ukrán határhoz, kárpátai határhoz. Ez adott egy különlegességet a mi helyzetünknek, hiszen a háború kitörésének az első pillanatától kezdve mi ezt a helyet igyekeztünk felajánlani a bajba jutott embereknek. És hát meg is találtak bennünket nagyon korán, hiszen március közepén tavaly megérkezett ide 100 olyan édesanya Kelet-Ukrajnából a kisgyermekével, akiknek a férjei a katasztrófavédelemben dolgoztak, és menekülniük kellett. Egy útlevéllel a kezükben érkeztek ide, utána 3 hónapot itt eltöltöttek, és mi nagyon örültünk annak, hogy mindenki úgy tudott innét távozni tavaly május végén, június elején, hogy munkához jutott. Közülük nagyon sokan még itt dolgoznak a városban, Sátoraljaújhelyen, és sokan közülük itt maradtak az országban. De aztán a későbbi időszakban is nagyon sok kárpátai magyar, illetve ukrán embernek tudott ez a tábor lehetőséget teremteni. A tavalyi nyárunk is nagyon sok kárpátai embert fogadott. Itt volt első alkalommal tavaly a kárpátaljai néptánctábor, de voltak itt tavaly is háborúban érintett ukrán gyerekek augusztus végén. Aztán tavaly advent idején, karácsony előtt herszoni fiatalokat fogadhattunk itt. Az idei évelején, januárban, illetve februárban 1300 gyermek jöhetett ide téli táboroztatás keretében. A magyar kormány idén-nyáron is több ezer ukrán gyermek üdültetését támogatta Magyarországon. Budapest célja az, hogy örömet szerezzenek a rendkívül nehéz időszakot megélő ukrán fiataloknak. A gyerekek pozitív energiával feltöltődve, élményekkel gazdagodva térhettek haza. Bajban ismerszik meg a barát. Az ismert mondás most a gyakorlatban is bizonyítást nyert.